Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hazai pályán estek ki a HEP kupából a Miskolc ellen a két cápák. 12 csapat lép pályáról Múric kupa lányröplabda tornán. Ismét rendez felkészülési tornákat az MRS megyei igazgatósága. Vas Márton és Szilágyi Tifani toborozta a hokisokat Nyíregyházán. Nagyot lépett a bajnoki cím megszerzése felé az NVSC sakcsapata. 24 futballcsapat küzd a kupáért a Cisza-Vasvári úti csarnokban. Kiesett a HEP kupából a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A két cápák hazai pályán 68-63-as vereséget szenvedtek a Miskolctól, így búcsúztak a sorozattól. Tegnap 5 fiatal játékosunk Egerben játszott egyetemi bajnokságot, és látszott rajtuk, hogy nagyon fáradtak, hiszen 30-35 percet játszottak, és nem tudtuk őket úgy rotálni, kellett volna, illetve nagyon rossz ritmusban játszottunk, és nem tudtunk jól dobni. Úgyhogy, és a Miskolc jobban akart ezt a győzelmet. Szünetben egyenlő volt az állás, volt már olyan mérkőzés, hogy jelentős hátrányból sikerült nagyon hamar visszajönni szünetet, hát most mit kértetek a fiúktól? Azt mondtuk el az öltözőben, hogy ha így fogunk játszani, ki fogunk kapni. Hiszen láttuk, hogy nagyon rossz ritmusban játszunk, nagyon lassan játszunk, körülményesen játszunk, nem dobjuk el azokat, amiket el kellene dobni, amiket meg nem kéne, azokat eldobjuk, illetve nem játszunk azt, ami mi játékunk, a futás és a lepattanó utáni játék, illetve az alsóposztos játék. Úgyhogy ez így alakult. 3 év után most nem lesz ott a kupa 4-es döntőjében a csapat, viszont sok idő nincs csak kesergésre, hiszen pénteken újabb meccs következik, mégpedig a tabellán előkelően álló BKG Primes ellen. Róluk is lehet mondani, hogy kellemetlen ellenfél, mire lesz elég ez a bő 2 nap? Először is, hogy azok a játékosok már sokat játszottak, tudjanak pihenni, illetve megnézzük azokat, hogy tudunk a támadó játékunkon javítani, mert ugye azzal volt probléma, nem igazán a védekezéssel, és mindenképpen elég a pénteken, ez egyértelmű. Gondolom, több forgatókönyv megfúlt a fejetekbe a meccs előtt a végkimenetet illetően, de ez ahogy történt, amilyen a vége lett, alig ha. Így van, nehéz mit mondani egy ilyen meccs után. Az elmúlt 3 évvel mindig érmes helyezést értünk a kupába. Idén is szerettük volna, ráadásul a legfényesebb érmet megszerezni. Ez nem fog sikerülni most. Nagyon rosszul játszottunk. Nyilván benne tartozik, hogy szombaton hosszabbításos meccset játszott Nagykőrösön. Már az első 2 perc után én éreztem, hogy ez nem lesz jó, mert nagyon rossz ütembe és fáradtan támadtunk, és igazából nem, hogy jól elhúzni, megtörni a Miskolcot, hanem egyáltalán vezetni is tudtunk a meccs nagy részében, így megérdemelten nyert a Miskolc. Pénteken újabb mérkőzés következik, mégpedig bajnoki, és talán azt lehet mondani, hogy a Miskolcnál erősebb csapat Nyíregyházára. Fel kell állni ez alatt a 2 nap alatt, sikerülni fog? Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Lehet mondani, hogy jobb csapat jön, de ez a idei piros, NBA-B piros most bizonyította megint, hogy bárki megverhet bárhol bárkit. Úgyhogy nincs időnk igazából lógatni a fejünket és iránkozni, pláne, hogy így most már egyértelmű egy célunk maradt, bajnokság, és arra fogunk koncentrálni, és bízom benne, hogy sérüléseinket is össze tudjuk szedni péntekre, illetve javítani fogunk is a játékon, és meg tudjuk verni a BKG-t. Talán lehet azt mondani, hogy azzal, hogy a Neos Miskolc kiverte a Nyíregyházát, a 8 döntők legnagyobb meglepetését okozta, egyetértesz ezzel? Biztos vagyok benne, hogy ez is egy nagy meglepetés, de azért ne feledjük, hogy 4 olyan párharc van, ahol a alsóbb osztályú csapat szerepel még rajtunk kívül, és mi pedig azonos osztályban vagyunk, de természetes, hogy az érem halmozó kupa specialista Nyíregyháza otthonában nyerni egy meccseset, az tényleg egy komoly fegyvertény, büszke vagyok a csapatomra. Milyen taktikával léptetek pályára? Ugyan nagyon sokáig gyakorlatilag végig szoros volt a meccs, viszont a bajnoki meccsen nem csak ellenetek többi csapat ellen Nyíregyháza, másik, hanem akkor a másik fél időben viszonylag simán a maga javára fordította a meccset, most viszont nem sikerült nekik. Én úgy gondolom, hogy a hazai csapat azért egy kicsit nyugodtabbra gondolta az már az első félidőt is. Bár nem lehet kiindulni az előző közös találkozónkból, hiszen akkor az egyik nagyon lelkes amerikai játékosunk, akkor ugye civilben nézte végig. Nyilván a mi csapatunkban nagyon sokat számít egy húzó játékos, és ma pedig az egész csapat ugyanúgy játszott, ahogy már az előző fordulókban is. Annyi volt a különbség, és ez győzelmet ért, hogy eddig 2-3-4 ember tudott egy stabil szintet hozni, és most pedig
szinte aki mindenki pályán volt, az nagyon komoly melót tett bele. És ez 40 percre vetítve volt a fejeinkben, hogy bármi történik, akármilyen fonalat, szimatot kap az életveszélyes hazai csapat, akkor sem fogunk összeesni. Ezt könnyű mondani, könnyű kérni edzőként, de elképesztően nehéz megvalósítani. Úgyhogy férfiasan bevallom, engem is meglepett, hogy mérkőzés közben életkortól, meccsrutintól függetlenül ilyen komoly teljesítményt tudtunk nyújtani. Még egyszer nagyon gratulálok a saját csapatomnak. Most már egy lépésre a négyes döntő, csalódottak lennétek, ha nem lennétek ott Debrecenben? Semmit nem szeretnék mondani a négyes döntőről, azt se tudom az mi. 8 közé bejutottunk, ez az újkori MEAFC, és nincs kizárva, hogy a korábbi MEAFC-nak is ez a legjobb eredménye. Ha jól tudom a szabályt, itt már oda-visszavágós párharcok szoktak lenni, nem csak egy mérkőzés dönt. Várjuk, hogy mit hoz a sorsolás, de biztos vagyok benne, hogy ez az én csapatom, és én pedig minden mérkőzésen nagyon komoly koncentrációt várok. Hogyha az eredményessége párosul, mindenki boldog Borsodban. A hétvégén 26. alkalommal rendezik meg a Móricz Kupa Lányröplabda tornát. Szombaton és vasárnap 8 magyar együttes mellett 4 külföldi csapat lép pályára. A 3 legjobb magyarországi torna között van. Ami hasonlatos, az Székesfehérváron és Érden rendeznek. Mondom hasonló, de azok sem ennyire színvonalasak. Az látszik, hogy magasan van a léc, hiszen ma már a magyar extraligának a színvonala olyan, a nőkről beszélünk, hogy onnan az utánpótlásból nevelni játékosokat, az egy borzasztó nehéz dolog. Tehát ahhoz a szinte tökéletes testfelépítése van szükség, a teljes sportmotivációra a gyerektől folyamatosan, amíg ő a felnőtt korosztályig ér. És ezért nagyon fontos, hogy ilyen szakemberek vannak Nyíregyházan, mint a Moravszky házaspár. Itt most arról beszélünk, 26. torna, az egy dolog, de hogy szerintem több mint 200 játékos neveltek a mindenkori Nyíregyháza felnőtt csapatának keretében, ez egy hatalmas teljesítmény, és nem csak Nyíregyházának, hanem más kluboknak is, és mi abban bízunk, akik a felnőtt csapatot is komolyan figyelemmel kísérjük, hogy ez a torna is olyan lesz. Majdnem mindig tornájuk egyébként ilyen, hogyha visszamegyünk az időbe, ahol biztos, hogy játszani fog olyan gyerek, aki valamikor a felnőtt csapatunkat fogja erősíteni, és hát ha az egész magyar röpadat nézzük, azért is fontos, mert például a jelenlegi magyar felnőtt válogatott keretben két olyan játékos is van a 16-18 fős keretben, akiket éváig neveltek. Szóval amikor a rangjára kérdeznek rá a tornának, hát ilyen, akármilyen más sportákban is csak gondolkodjunk el azon, hogy milyen hatalmas dolog, hogyha egy gyerek kupa, játékosai közül több tucatnyian egészen a felnőtt válogatottig, vagy a felnőtt bajnokságig viszik. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt folytatni kell. A város és az iskola segíti természetesen ezt a tornát. Nagyon sok van még ebben, és így kell folytatni. Az elmúlt években ez a rendezvény összenőtt az intézmény nevével. Milyen pluszt ad az iskolának az, hogy egy nemzetközi tornát tudnak rendezni évről évre? A 26. alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi leány röplabda torna nagyon jó lehetőség a sportkapcsolatok ápolására, a testvérvárosi kapcsolatok ápolásán alapul. Folyamatosan érezzük minden évben az érdeklődést, jönne több csapat is szívesen vennének részt, tehát úgy gondolom, hogy a színvonal, amit nyújt ez a torna az ide érkezők számára, hozza ezt az eredményt, ezt a nagyfokú érdeklődést. Akár Ukrajnából is, Erdélyből is jönnének csapatok, Európából is, Spanyolországból volt érdeklődés, Hollandiából, Németországból. Ez köszönhető annak, hogy tavasszal az iskolán képviseltem Magyarországot az U15-ös korosztályos röplabda világbajnokságon. Egy torna szervezésekor mindig kérdés, hogy milyen mezőnyt sikerül összehozni az adott rendezvényre. Most ezúttal a 26. Móricz Kupára milyen mezőny gyűlik össze? Azt gondolom, hogy mint mindig egy nagyon jó színvonalas hétvége elé nézünk. Erős mezőny lesz. Ezt mondom az alapján, amit játszunk az OGB versenyrendszerben, mert ott is van egy ranglista, és lehet látni, hogy ki milyen szinten játszik. És ehhez még hozzájárulnak a külföldi csapatok. A Lengyelországból érkezik a Jaszló, a Szlovákiából a Prešov és a Bardejov, Szerbiából pedig a Kikinda.
azt gondolom, hogy akik ki fognak látogatni röplabda szerető emberek, nem fognak csalódni a színvonalban. Milyen térre kereményekkel lép pályára a házigazda csapata? Élremért indulunk csatában, aztán ami belefér. Jó lenne már itt hol tartani egyszer a kupát, mert az már most régebben volt, de mint említettem, hogy nagyon erős a mezőny, a labda pedig gömbölyű, hát mindent ki fogunk hozni magunkból, amit csak tudunk, aztán majd a többi eldől a pályán. December 13-áig jelentkezhetnek a csapatok az MLS megyei igazgatóság által kiírt műfüves felkészülési tornára, amelyet 4 helyszínen rendeznek majd meg. 8. alkalommal szervezünk már meg itt a téli holt időben a nagypályás műfűes tornánkat a nagypályás felnőtt csapatok részére. Az első években csak a nyírbátori műfűes pályán rendeztük, de már 3. éve immár 4 helyszínen. A Nyírbátor mellé csatlakozott Kisvárda, Tarpa, valamint Nyíregyháza. Ez azt jelenti, hogy a 4 helyszínen azért elég szép számú, alapesetben 40, de ha túl sok a jelentkező, akkor maximum 50 csapatot tudunk majd versenyeztetni. Egy hónapon keresztül, méghozzá 2020. január 25-én szombaton rajtol ez a nagypályás műfűes torna, és február 15-ig fog tartani. 5 fős csoportokba osztjuk majd a jelentkezőket. Természetesen figyelünk arra, hogy valamennyi jelentkező csapat a hozzá legközelebb lévő műfős pályára legyen beosztva, helyszínen legyen beosztva, és mindenki 4 mérkőzést játszik. Ennek a tornának maximálisan csak a felkészülés a célja. Ez azt jelenti, hogy nem lesz se rájátszás, se első, se második, tehát nem osztunk ki díjakat, csak és kizárólag mindenki 4 mérkőzést játszik. Igyekszük majd helyszínenként a csapatokat az elmúlt 2 évhez hasonlóan úgy beosztani, hogy majdnem mindenki a saját erősségének megfelelő együttes kapjon. Ez azt jelenti, hogy ha megye 3-as csapatok neveznek, akkor természetesen nem rakjuk össze a megye első osztályú csapatokkal, hiszen annak egyik csapatnak se lenne igazából értelme a mérkőzésnek, hanem megpróbáljuk erősorrendbe is a 2-5-ös csoportot kialakítani. Az elmúlt években ennek nagyon jó volt a visszhangja, bízunk benne, hogy most is sokan fognak élni ezzel a lehetőséggel. December 13-áig lehet nevezni. A nevezési díj az első évtől kezdve folyamatos, nem változott, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez se lehet akadály annak, hogy benevezzenek a csapatok. Emellett, a műfüves torna mellett van egy teremtorna, Nyírerdő kupa. Ezt a tornát mikor rendezitek, és kik számára? A Nyírerdő teremtornát is szintén a nagypályás felnőtt csapatok számára rendezzük. Ez egy kicsit hamarabb, január 2. vasárnapján indul a selejtező. Az ott tovább jutó csapatok a következő vasárnap, tehát január 3. vasárnapján, azaz január 19-én a középdöntőben játszanak, és a 8-as döntőt pedig január 26-án a már jól megszokott helyszínen a Firó foci csarnokba fogjuk szervezni, rendezni. Igazából ez a teremtorna elsősorban a megye 2-es, megye 3-as csapatoknak szokott lenni kiírva, illetve hát ők szoktak jelentkezni, mert pont akkor, amikor január 2. felébe kezdenék az összetartást, és kezdenék a kinti edzéseket, akkor ez nagyon jó ilyen csapat összetartó, nagyon jó összehozza a brigádot, és az első alkalommal ez egy kiváló, kitűnő alkalom, hogy terembe azért felkészüljenek majd a tavaszi szezonra. A hétvégén még a megyei válogatottra vár egy fellépés, hol lesz a torna, és milyen céllal lép majd pályára a csapat? Az idei tornát a Borsodi Igazgatóság rendezi Mezőkövesden, ha minden igaz, most kivételesen füves játéktéren, ha az időjárás engedi, csak abban az esetben mennének a csapatok a műfűre, hogy hogyan lesz az időjárás. A szokásos északkeleti régióban az 5 megye, tehát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mellett Borsod, Hajdú, Heves és Nógrád fog megmérkőzni, mindenki találkozik mindenkivel. A 2 nap alatt ez azt jelenti, hogy 4 mérkőzés vár a szabolcsi megye válogatottra, 1 mérkőzés 2x30 perces, és hát a sorsolás furcsasága az, hogy mind a 2 nap délután fog játszani a csapatunk, tehát délután 2 és 5 órakor játszik szombaton és vasárnap is. Bízunk benne, hogy minden jobb eredményt sikerül majd elérni a társaságnak. A régió első helyezettek jutnak be az országos 4-es döntőbe, amely Győr-Moson-Sopron megyében lesz megrendezve a következő héten, tehát december 6-7-én. A korábbi 175-szörös válogatott Vasmáton és az átcsoportos világbajnokságra készülő Szilágyi Tiffany volt a gyerekhokizni elnevezési program nyíregyházi rendezvényének vendége. A cél az, hogy minél több gyereket megnyerjenek a sportágnak. Szezononként egy 10-15 ilyen rendezvényen veszek részt. Én a felére tudok körülbelül elmenni, tehát egy ilyen 30-35 rendezvényünk van. Próbálunk minden olyan városba eljutni, ahol van sportegyesület, jégpálya, vagy bármiféle olyan sportási lehetőség a közelben, ahová tudják esetleg hordani a gyerekeket, hogy minél több gyerek kerüljön bele a sportunkba. Mi a tapasztalat, mennyire
fogadókészek, mennyire befogadóak a gyerekek a jégkoronggal kapcsolatban? Én szerintem a gyerekek nagyon befogadókészek. A szüleik nem mindig, inkább a szülőket kell néha meggyőzni arról, hogy igenis ez egy nagyon jó sport. Nem annyira veszélyes, mint amennyire ők ezt elképzelik. Úgyhogy kis bizalmat kell nyernünk mindig a szülők irányából is. Te ugye bajnoki címeket szereztél, 15 évig voltál válogatott, szerepeltél A-csoportban. Mi az, amivel kedvet tudsz csinálni egy fiatalnak ahhoz, hogy a jégkorongot válassza? Pont ezzel, hogy elmondom, hogy miket lehet ebben a sportban úgymond elérni, utazgatni, barátok, élményekkel teli vagyunk, úgyhogy ezeket próbáljuk meg átadni ilyen kis röpke fél óra, 3-4 órában a gyerekeknek, mert azért nem szeretnénk unalmasak se lenni, úgyhogy minél több élményt szeretnénk nekik adni, és akkor hát, ha bízunk benne, hogy a mi sportunkat választják. Mi az akkor, amikor először korcsolyát lehet húzni, és mi az akkor, amikor először már jégkorongozóként, vagy kezdő jégkorongozóként lehet jégre menni? Én úgy gondolom, hogy nincs ilyenkor. Tehát, hogyha valaki érett rá, akkor 4-5 évesen már nyugodtan föl lehet küldeni korcsolyázni. Ez a mozgás koordinációtól, az előre haladottságától a gyerekeknek, mindenkinek egyénire szabottan lehet ezt tenni. U7-es, U8-as bajnokságunk már létezik. Tehát, hogy a Supermini, U8, U10, ott már bőven lehet játszogatni, mindenféle nem is korosztály, hanem szintek vannak már, a bajnoki szintek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy U8-as szinten már lehet ezeket a gyerekeket jégkorongozónak hívni. Veled együtt az elmúlt években többen visszavonultak az úgynevezett szaporói generációból. Hogyan látod most a magyar jégkorongsport jövőjét? Ugye utánpótlás vonalon dolgozol. Így van, nagyon bizakodó vagyok. Én úgy gondolom, egyre több gyerek kezdi el a sportot. A nagyszámok törvény alapján több ügyes is lesz köztük, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok abban, hogy folyamatosan tud fejlődni a magyar jégkorong. Nem fogunk stagnálni, nem szép lassan, lépésről lépésre megyünk előrefele. A jégkorongról sokáig úgy tartották, hogy Marcon a férfiak sportja, most már ezt nem lehet elmondani, hiszen rengeteg hölgy is űzi, de mégis egy ifjú lány hogy kerül a jégkorong pályára? Én úgy kerültem ide, hogy először jégtáncolni szerettem volna, de utána átmentem egy jégkorongedzésre, és az sokkal jobban megtetszett. Igaz, hogy a szüleim először ugye nem voltak elragadtatva arra, hogy a kis szőke kislányuk az majd ide a jégen lesz, és az ütközéseket látták először, de hát a végére a családom a legnagyobb rajongója lett ennek a sportnak, az összes edzést, az összes meccset végigülik, úgyhogy egyébként nekem van még 2 húgom is, és mind a 2 jégkorongozik, úgyhogy nálunk ez így bejött egy ilyen családi biznisznek. Az eredményedet látva alig, ha bántad meg, hogy a hoki mellett döntöttél. Egyáltalán nem, nagyon-nagyon sok élményt kaptam, és tényleg nagyon-nagyon sok pozitív emlékem van ebből a jégkorongból, és szerintem még lesz is, pedig most egyébként egy kicsit ilyen göröngyös út volt mögöttünk, és tényleg a tavalyi világbajnokság után, hogy ezt megnyertük, szerintem minden perce megérte, amit akár fel kellett áldozni a saját civil életünkből is, például gondolok itt iskolai bálokra, farsangokra, amiket nem igazán tudtunk részt venni, mert inkább edzettünk, de minden megérte. Hová jutott el ez a mostani válogatott? Most az A-csoportos világbajnokságra készülünk. Nagyon-nagyon remélem, hogy ott bent tudunk maradni, így elsőként, és hát utána nyilván utána vannak még célok, az olimpiai kvalifikáció, oda kijutni, talán még egy évet bent maradni. Nektek a felütés nagyon nagy élmény volt. Hogy látod, a szurkolók ugyanúgy elfogadják a női jégkorongozókat, mint a férfiakat? Az első meccseinken igazából nem volt annyi szurkoló, szóval akkor tényleg még a szüleink csápoltak, és mindenkit ki tudtunk szúrni a tömegben. Viszont a tavalyi világbajnokságon már sokkal nehezebb dolgunk volt ebből, hogy akkor kit is kell nézni, hogy is kell nézni. Úgyhogy egy szurkolás szempontjából is van egy elég masszív tagja a szurkolócsapatunknak, aki dobol is. Úgyhogy ő mindig ott van, ő minden mérkőzésen ott van, ő vezeti egyébként ennek a szurkolását is. Úgyhogy én tényleg csak remélni tudom, hogy hiába most ugye Kanadában lesz a világbajnokság, és ott nem hiszem, hogy annyi ember ki lesz személyesen, viszont ugye interneten lehet majd követni, és ott majd a nézőszám az azért felugrik egy kicsit. Ugye ez a rendezvény azért van, hogy a kicsiknek kedvet csinálni a jégkoronghoz. A szülők döntenek általában arról, hogy gyerek milyen sportágat válaszol, legalábbis először. Te mivel tudnád meggyőzni a szülőket az irányba, hogy a lányukat kihozzák a jégpályára?
Először is annak, hogy nem is annyira durva sport, mint amilyennek ez egyébként tűnik, hiszen azért annyira be vannak öltözve ebbe a felszerelésbe, illetve nekem például nagyon sokat segített a tanulásban is, ami azért tényleg így lányos anyukák nagyon figyelnek arra nyilván, hogy nagyon jó tanuló legyen a gyerekük is, és például izgő mozgó voltam, és annyira segített ez az egy órás edzés, amiben minden nap részt vettünk, hogy teljesen lekötötte a fölösleges energiámat, az agressziómat, hiába nem volt bennem annyi, de például iskolai verekedésekben nem kerültem, szerintem főleg emiatt, mert azért itt kivezettem mindenfajta fölös energiát, úgyhogy elsősorban ezzel. Nagy lépést tett a bajnoki cím megszerzése felé az NVSC sakcsapata. Gunyer Zoltánék az NB2 Balta csoportjának rangadóján 7,5-4,5-re legyőzték a szirmavesenyű csapatát. Nagyon nagy mérkőzésre került sor. Én azt hiszem, hogy a régióban, az NB2-ben mindenki kíváncsian figyelte, hogy mit játszik a hazai csapat, az NVSC a szirmavesenyűvel. Szirmavesenyű egy eldugott kis település Borsod megyében, nem túl sokan ismerik a nevét, kivéve akik az ottani BV intézetet megjárták, elnézést a tréfáért. Egy olyan csapatról van szó, amelyik a csapatát megerősítette román, szlovák és ukrán fidemesterekkel. Tehát a szirmabesenyő csapat nem csupán helyiekből áll, hanem vendégjátékosokból, csúnyán kifejezve zsoldosokból is. Úgy láttuk az összeállításból, hogy bajnokságra törnek, olyan csapatot verbuváltak össze. Az NVSC csapata a tavalyi évben igen szerencsétlen módon maradt ki az éremből, egy kicsit még erősítettünk, például visszahoztuk a csapatba a Nyíregyházán született egy gyerekeskedett óvodába járt Levicki Tibor fidemester Debrecenből, és azzal a nem is annyira titkos reménnyel vágtunk neki a bajnokságnak, hogy megnyerjük az NB2-t, és Nyíregyháza NB1-B-s csapatot tudjon indítani a sakcsapat bajnokságban. Két fontos mérkőzésre került sor eddig. A tavalyi ezüstérmes Edelény csapatát, amely kissé meggyengült tavaly óta, nagyon nagy arányban 9-3-ra tudta az NVSC válogatottja legyőzni, és most vasárnap mondjuk úgy a legnagyobb ellenfelünkkel mérkőztünk meg, hazai pályán fogadtuk szirmabesenyő csapatát, és ez egy rendkívül eredményes nap volt, és rendkívül fárasztó is. Jó magam is játszottam, és azt kell, hogy mondjam, hogy a csapatomra nagyon büszke vagyok. Mindössze két partit vesztettünk a 12-ből. Óriási küzdelem volt, az első parti befejezésére 3 óra játék után került sor, és bizony a 6. órában ért véget a küzdelem. Mindenki elfáradt benne. A hazai csapat rendkívül jól szerepelt, 7,5-4,5-re kiütötte a szirmabesenyői csapatot, amelyiknek erejét illetően el kell, hogy mondjam, hogy megyünk egyik régi NB2-es csapatát, a Tiszavasvári 10,5-másfélre tudta leverni. Tehát én azt hiszem, hogy nincs még egy olyan csapat az NB2-ben, amelyik a szirmabesenyői válogatottat le tudná győzni, főleg 7,5-4,5 arányban. Azt a szirmabesenyőt, amelyik az egyik legerősebb csapatot, Hajdúböszörményt tudta szép, imponáló arányban legyőzni a 4. fordulóban. Nem szeretném elkiabálni az NVSC esélyeit, de igen nagyot léptünk előre a bajnoki cím elérése érdekében. Ezek után könnyebb ellenfelek következnek az NB2-ben, és a legutolsó fordulóban fogunk a Hajdúböszörményi Oroszlán barlangba menni. A tavaly évben néhány parti megfordult, és 7-5-re kikaptunk Böszörménytől, bár talán reálisabb lett volna, hogyha döntetlen körül vagy csekély mértékben nyerünk. Biztos vagyok benne, hogy ez a 3. tétmeccsünk is 2020 áprilisában NVSC győzelmet fog eredményezni, és végre feltesszük az ire a pontot, az NVSC és a város fejére a koronát, és megkoronázunk Nyíregyháza sakksportját egy NB1-B-s sakkcsapattal. Nagyon erős sakkozók vannak a csapatban, magamat ide nem értve. Van 2 nemzetközi mesterünk, van 5 fidemesterünk, és rendkívül dinamikusan fejlődő fiataljaink. A lólépésben műsorból már jól ismert Varga Péter nemzetközi mesternek a gimnazista fia, már egy igen erős mesterjelölt, és legutóbb az ifjúsági csapatbajnokságon fidemestereket is le tudott győzni, tehát Marci is, mint egyik ifjúsági játékosunk, dinamikusan fejlődik. Ahhoz, hogy egy sakcsapat eredményes legyen, erős, jó játékosok kellenek, az kell, hogy jók legyenek az edzések, a játékosok jól felkészüljenek a mérkőzésekre, és természetesen a morál.
A verseny sok nem gyáváknak való. Ott megalkuvás nélküli küzdelemre kell felkészülni. Ahogy egy fizikális sportokban ott van a stressz, a sakkozókban fokozottan ott van a stressz, és ezt harcra hangoltsággal lehet jól kezelni. Tehát a feltúluló stresszt át kell konvertálni a győzelemre vágyásra, győzelemre törésre, és ez a mi csapatunkban töretlenül megvan, tehát olyannyira motiváltak a játékosaink, hogy sakkosan mondva két királyi küzdenek, tehát ott halnak meg a tábla mellett a nagy küzdelemben. Egyéb iránt egy apró nüansszal illusztrálnám ezt a harcra hangoltságunkat. A vasárnapi meccsen két partit vesztettünk, egyik játékosunk, Borsavölgyi Tamás mester vesztett el egy partit, és mégpedig olyan partit, amelyben nem is azt mondom, hogy nyerhetett volna, hanem hamar nyerhetett volna. Egy kis elnézést követett el Tamás. Nos, engem felhívott még kedden is, és magyarázgatta hosszasan, hogy az N1 ponton hogy nézte el azt a bizonyos kombinációt, és hogyan nyerhetett volna. Tehát szegény, mint egy szégyelte, hogy nem tudott nyerni, és elvesztette egy partit, de ez összességében nem vette el semmit, semmivel a csapat többi játékosa tizen nagyszerűen játszottak döntetleneket, és sok győzelmet értünk el. 24 futballcsapat lép pályára hétvégén a Zrínyi Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában. A 200 000 forint összdíjazású tornára 4 megyéből érkeznek résztvevő csapatok. November 30-án és december 1-én első alkalommal kerül megrendezésre a Royal Bees Kupa országos pénzdíjas teremlabdarúgó torna. Ez a Tiszántúli Takarék kupának az utódja, de bízunk benne, hogy ugyanolyan magas színvonalon, mint ahogy az is zajlott 7 éven keresztül, ez is úgy fog zajlani. 24 csapat nevezett a tornára, 4 megyéből az ország különböző pontjaira, és a megyéből is 8 helyszínről, illetve itt vannak a Városi Kispályárbajnokság krémjei, a legjobb csapatok, és én bízom benne, hogy aki kilátogat majd a Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úton található bencs csarnokába, azok fantasztikus mérkőzéseket fognak látni, hiszen szombaton reggel 8 órakor kezdődnek a küzdelmek 4-es csoportokban, 6-4-es csoport lesz, ebből 5-öt lejátszunk szombaton, a csoportokban körmérkőzés lesz, az első két helyzet továbbít a vasárnapi egyenes kiesésre döntőbe, illetve lesz még vasárnap reggel is 8 órától egy újabb 4-es csoport, és azt követően már az egyenes kiesésé a szerep. Mekkora torna pénzdíja, és milyen egyéb díjazást, sok díjazottak lesznek még? 200 000 forintos díjazása van a tornának, és a Nyíregyházi Sportcentrum soha nem szokott magas nevezési díjakat kérni, ezért is jönnek örömmel a csapatok, olyan csapatok is, akik éppen egy lakótelepi csapat, illetve az a pénzdíjazás mellett a külön díjakról is döntött a versenybizottság, hiszen a Real Bés jó voltából a gólkirály, a legjobb kapus és a legjobb játékos is díjazásba részesül. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!